Csá mindenki! Hellóka! Késésben vagyunk. Mi a fasz? Nincs is senki, egy kurva... Se egy kocsi, se senki. Péntekre mára mondták, nem a sulit. Ezt lehet, hogy nincs is, bazd meg. Akkor megyek a faszba főzni. Főzni, meg aludni. Azt sem tudom, melyik az iskola épület. Ez az. Halló? Mi ez a ruha? Összeke... Halló? Srácok, ma nincs is suli. Csá, Boris. Köszi szépen! Hát... De, ma péntek este kirándulás, nem? Köszi szépen még egyszer a szobot! Dávidnak meg köszönjük a YouTube-ra feliratkozását. Most mi a geci van? Cset, hát direkt azért nem takarítottam, főztem, hogy itt legyek a... Most komolyan nincsen? Jó, Marci. Halló? Testvérem? Mi? Na mi a faszon? Hát itt vagyok a szulén, a lici szenki. Várj, milyen nap? Hát péntek van ma. Bazd meg, ticsát, pénteken tudod, hogy nincs suli. Legközelebb hétfőn lesz. Hát de nem már volt hogy... a túlélősz? Nem. Tegnap mondtam Örv bácsi, hogy le van mondva, csak nem figyeltél meg. Hát ez kurva jó. Ne haragudj. Most jut eszembe, hogy ma nincs. Á, oké, jó. Puszi. Cső. Hát cset, akkor rédelek is. Szia Praha, szia Grétike. Srácok, rengeteg MG-t írtatok. Ehenman is, Pedzsi is. Csirke is. Srácok, ezeket 24 órára fogjuk büntetni, ha szeretlek titeket, ha nem. Tényleg nem gézzetek, hát most értsétek meg, amit én IC nem tudok, nekem nem mondjátok OC a cseten, mert nem jó, ez engedjétek már el. Ezt nem szabad. Srácok. Bazdnek, Sia, hallod? Voltam bevásárolni, nem főztem, sóskát akarok főzni. Nincs takarítva. Millió egy dolgom lenne, mint videó, mint minden szar. Jöttem az RP miatt. Hát Pedzsi, úgy burkoltam, figyelmeztettél, hogy hát nincs ma suli, meg átbaszott Leroy. Ez ilyen burkolt MG. Hát az egy dolog, hogy Murphy volt meg, hogy azt mondja, hogy hétfő a suli, de hát látod, hogy nem emlékszek rá, hát én jövök, RP-zek, az ennyi, tehát... Jövök, RP-zek, és utána izé, gatya. Nem figyeltem a telefonhívásra, hát nem tudjátok, szép vagyok, nem izélek. De, Pedzsi, kurvára MG, dehogy nem, szia varázsol. Szia erős elvtárs, kösz a követést. Holnap? Hát, szerintem igen. Szeretnék lenni.
Tehát az a baj, hogy most ma is vagyok, holnap és vasárnap, és akkor megint hétfőn is. És az a baj, nekem kéne most egy 2-3 nap. Nagyon kéne. Szálltok ki? Belekedtem. Hisz, meg kéne nézni a kezemet, tilti? Rendben. Az öklöd fáj, vagy maga ugye a kezed? A faszom. Azt is benézhetjük, ha szeretném. Ja, a faszommal veltem össze a köcük poliszt. Ja, rendben, jó, akkor leveszem el ezt a kutyát, rendben? Nézzük. Hú, látom, itt eléggé szétcsapta itt. Igen. Itt a bőle jól megsérült, akkor ezt le fogom fártani, rendben? Ja, háromra, rendben? Kettem. Jó cím. Szépen. Nem tudom bekötni, mert hát akkor nem tud húgyozni se ezt, mert is élni. Szóval nézzük, mit tehetek ezeket, bekedem ilyen krémer, rendben? Oké. Így, szépen. Ez ilyen hámosító krém, aha, szóval... Ki a fasz kérdezte? Tudom, okéz. Rendben, becsállat. Nézzük akkor. Másabb valami megfáj? Nem, más nem, csak a kezem fájt úgy, de úgy nagyon. Mindjárt viszi a mindjét. Hogy kurvára fájt, érted? Aha. Értek mindent. Hát akkor a napokba kérem, ne... Szia, Sozikám! Elégítse ki magát. Mi lesz? És akkor rendben lesz rendben. Ah, jó. Jó fáj, ez a szám kezem. Majd csinálhatja, tudja, csak vigyázzon. Mert felszakadnak itt a sebek, ilyen felsegítem. Így. Ah, köci. Adsz még egy fájdalomcillapítót? Persze. Ele, hogy ne cipjen a nyila. Szia, Mici Matko, szia, Adver. Ah, köci. Ja, finci. Akkor majd talci majd, akkor úgy isz, jó? Hol? Hát majd itt a kólászba. A faszomat, az? Most miért? Á, biztos, hogy nem. Köci. Halál unalmas, köci. Nem is unalmas. Mennyit kapsz, mennyi fizetésed van, ha? Hát 250-et kapok. A fél óránként. Ha, lófasz. Ha. Többet keres, mint én. Itt az A betűnél van valami piszok. Na hét, cső! Csá! Figyelj már, most tényleg igazából elmarad a kirándulás, ha? Hát igen, Lilóit most hívtam és azt mondta igen. De miért? Doug, maradj már csöndben! Nem tudom, ezt ki fasz se tudja. Azt mondta Lilo, hogy hétfőn lesz. Na jó, figyelj, én addig is, akkor addig nem is megyünk suliba egész hétfőig. Nem, állítólag nem. Leszököd a szívem igazából. Olyan jól éreztem magam, hogy végre volt fűtés, meleg víz. Ja. Meg cigiztünk, meg... Új, de jó. Baszogattuk poliszt. Jaj, nekem a táskás is nagyon hiányzik. Milyen táskás? Hát tudod, ez a ja, kis egérke. Mondjuk amúgy egy kicsit megcsajnáltam, de a papucsa nagyon jó, majd veszek én is a suliba magam. Milyen papucsa? Hát a boci papucsa. Nem emléksz, hát azt levetettem volna. Ja, de neked volt már olyan... Tudom, hogy volt. Csak ezt gondoltam más lábáról, csak jobb oldani. Fiatsz be! Mi van, álmos vagy? Álmosodjuk nagyon. Ja. Amúgy én is kicsit, meg éhes. Akkor mi nem halsz meg? Egy kis hambit. Azért nem halok még meg, mert most bejöttünk a suliba, és lázadunk, hogy legyen tanítás, ha? Na! Na, te meg otthon rohadsz, pissetsz meg, vagy pössetsz meg, vagy milyen. Mert várjál? Miszutából vagyok? Hát, pössedésből. Az mit jelent, ninja, a pössedés? Megpössedtél. Vered a pöcsöd. Hát így meg... Hogy a fenébe hívják? Meg... Megposhattál! Poszolj meg te! Te poszolj meg! Hogy érted, Karibli? Szia, Geo! Hát nincs kedved velünk... Nincs kedved velünk... jönni, fagyizni? Nem, most nincsen! Mit csinálsz?
Titkodat vered, mi? Hát, egy titkos küldetés, lemegyek, ha? Milyen? Lekapni a saját pöcsödet. Á, nem lehet elmondani. Szólj a tegnek, hogy ne feleszélj, mert pofán fogom vagdoszni boxerben. Ja, hagyd abban, tegnap is ott megcsaptalak, azt fog már be a pofát, hogy szétpasszom a fejedet, baseball ütve, te puszi. Ja, gyere akkor, gyere na, akkor. Annyit fogsz látni na. Hátul, hogy lecap valaki. Na, bam! Mi van hát a mögött? Azt senki. Oh, rossz. Pont akkor jött kapura, pont eljött itt egy bogács. De, poshá. Na mit mondod, milyen titkos? Titkos, titkos küldetésem vagyok. Na már készül, majd talci. Mondjuk egy év múlva. Vagy két perc óva a temetését. Franz Valera. Köszi szépen Ehen, Csabának, Pegamanusnak. Köszi szépen. A két subgift, tehát a két ajcsit. Úgyhogy mondom, chat, kellett két nap. Az meg kell majd egy két nap. Kellenek idők, baszki, üres dokumentum. Na, titkos küldetés. Bolisz naplója. Mi? Hogy? Pont hétvégén nem streamelni, nagy hiba. Szia Puding. Szia Dre. Karibli. Hoppá, rákattintok és tudok bant adni, meg kitiltás. Egy óra. Egy perc. Kitiltás, törlés. De jó, ezt nem is tudtam, hogy jobb. Itt vagy Karibli? Na, itt van. Boris naplója. Biztos, hogy itt van, nem? Karibli! Szétosztogatjuk ezeket, és utána én megyek, srácok, mert úgy megcsinálom a takarítást, szerintem megfőzök. És akkor holnap jövök. Hát hétfőn akkor meg felugrok, de... De... Micsoda, küld be az oldalt DC-re, chatre. Ezt hogy érted? Kalibri! Nézd, én nem válaszol. Veszek egy pár darab a papír. Beküldted, micsodát? Ja. Hopp, bocsánat. Baszki, nem tudom kivenni a... Nincs rajta a rag, nem tudom kivenni a Bangers kocsikat. Lerak. Köszi Fanka költény. Köfi Fépen! Szia Kriszti! Köfi Fépen a kövi mövit, a költést! Papír, hát egy, mennyit csináljunk meg? Hát egy hetet. A $70 kerül Boris nekem. Fú, de drága bazd meg. A kurva életbe, de drága ez. Most miért? Na, szia buta. És nem lehet ezt úgy egyszerre megcsinálni? Bolisz naplója. És akkor ez csak egy, ugye? Aha. Jó, hát az... Ennyit megcsinálunk. Szétosztogatjuk. Bolisz naplója. Üres dokumentum. Oké. Okay.
Bulisz naplója. Kettes. Üres dokumentum. Ctrl V. Tovább. Bulisz naplója. Most amúgy... Hogy zöld az életcsík, bal alsó sarokban eddig piros volt, nem? Igen, mert a Ghetto Pipinek olyan legálja volt, olyan kajája, amiben fő is van, és kaját is tölt, meg életet is. És megettem egy gumikukit, és akkor így ezáltal tölti. Igen, szia Nikó, mennyi régi név, ha-hó, mi van? Szia Rizma! Krisztinek már köszöntem, nem, nincs itt akit szólítgattam, nincs itt. Mert kíváncsi voltam, hogy kérdezte, hogy hogy új karakter, hogy ez az új karakter, vagy csak úgy általában kérdezősködött a üres dokumentum. Bulisz naplója. Ja. Bulisz naplója. Mó, ma nem lesz suli. Hatházi Levente, köszönjük az MG-t. Köszönjük szépen az MG-t. Ezt egy nappal honoráljuk, jó? Holnap ugyanekkor, ugyanitt találkozunk, jó? És 24 óra múlva Levente, hát nem volt, nem, tehát hogy mondjam neked, voltál már itt jó párszor szerintem már, hát egy minimum egy 24 órán át nézted a streamemet is. És tudod, hogy mi az az MG? Stb. Tehát nem értem. Ezt nem értem. Roni, te érted amúgy? Srácok! Az a baj, hogy amúgy tök normálisan elmagyarázom, meg tök jól, meg minden, hogy mit jelent az MG. Eszméletlenül szerintem kurva jól elmagyarázom. És nem. És ugyanúgy itt vagyok, nem tudok valamit, éppen az az RP van, olyan IC van, és akkor beírják, hogy ez is ez van. Nem értem. Jó, hát itt ülök 4 éve már, és nem értem, hogy nem új nevek, tehát nem új emberek. Tehát nem új nézők, stb. És Jojo-val tudom, nincs időm megcsinálni a karaktert. És takarítanom kell, főznöm kell, millió háttérmeló. Mi van, mit tudász? Mi van, mit tudász? Ennyire nem élsz le? Basszó. A faszom, a zálva van ez a szal. Szóval nem, tényleg nem értem. Csak ülök és akkor leírnak egy bam, egy kurva nagy MG-t. És úgy nem értem, hogy miért. Hát de Roni, hogy? Most egy mondatért most bassz, most tiltsunk ki 3 napra, 1 hétre egy ember. Annak mi értelme? Hogy a Bulisz naplója? Hát ez csak trollkodás. Hétsző! Szevasz, Ticike. Mit szeretnél? Mi az, hogy Ticike? Figyelj ide! Több tiszteletet, jó? Már pofán baszkodlak, oké? Ész te faszopó klumpliszítő. Jó, akkor most kiugrok, azt játsszuk le, mit szólsz? Faszomat. Na figyelj ide! Na mit szólsz, Cici? Kiugrok, azt játsszuk le. Szüsszél nekem valami cool vagy osszon egy szült klumplit? De várjál, te ki vagy tiltva, nem? Ki? Én? Magnum egyik nagyon jó barátja vagyok, hát Magnum majdnem a szapám. Na mit kérsz kaján? Jó van, apád. Na mit kérsz enni? Összült klumplit és 5 kólát. Mindjárt jövök, hozok zét. Mi van a pultba? Udunti. Tudod, mit eljön? Ja, igen, szó. Én időnként azok az emberek, akik emiatt 2 napja kaptak 1 nap TO-t. Kiszólhat bele. Szia, Fernanda, amúgy. Szóval az a baj, hogy nem tudom, én nem akarok büntetni. Tehát tudjátok, hogy nagyon csúnyán néha beírnak, vagy mit tudom én micsoda. De, basszok, egy hétre, meg egy hónapra, akkor még nem tanulja meg. Hahahaha, 2-5 krumpit, azt ki sem fizettem. Szóval, csak nem mondom, nem értem, annyira egyszerű. Amit én a játékban nem tudok, amit itt a streamekből tudtok, nem mondjátok el, ez hova egyszerű.
Ja, Fernando. Azt nem lehet úgy beállítani. Fél óra reklám, azt kéne. És hallod, amúgy azt kéne. Azok írókat visnek, aki MG-zik, vagy a szabályszeg. Fél... Jaj. Fél óra reklám, és kurva mindegy, hogy három nap múlva indítja el az adásomat, mert azt a fél órát meg kell nézni. Hallod, ó, keresett a csáki. Milyen csáki? Valami szól a szófordulat lesz. Hát tudom, Marcel. Szopja, hogy nem RP-zik. Ezt kérdő, mert kijelentem ott a Christopher. Ja, szippancsál ki, igen, ez egy tegnapi poén volt. Baby, I episode! Hol az ajtó? Hol tört le az ajtó? Egy öröt Jigglypuff, mondom, az kéne fél óra reklám az, akit kitiltunk. És akkor keresnék egy 2 centet, talán 2 centet azon, hogy ő szabályszeget. Ha OC mondták és ti emlékeztek rá, én pedig kurva, de nem emlékszek rá attól függetlenül, az még mindig... Ide nem lehet berakni. Az attól még akkor is MG. Ide... Ide be lehet rakni. Csá. Csak ezt hoztam, ezt találtam kint, nem tudom mi van leírva. Majd nem, ez fontos papírnak tűnik, valakinek elhagyta, majd ad neki oda. Oké, szóval mi le van írva. Csá. Milyen papír? Na, Christopher, ez így jó. Copi van, mi van? Figyelj, nem tudom, nem vagyok a palia, meg az apja, a testvérese, nem vagyunk egy Discordon, nem tudom. Christopher, nem tudom. Nem adtam papír? Írásjel? Abban nem szólhatunk bele. Itt az csak... Kötekedésből, köcsökségből kérdezem, hogy a kérdő vagy kijelentő mondat, mert engem zavart. Tényleg azt sem értem, hogy... Ha? De milyen papírt akartál adni? Nézzek a pultba! Oda alaktam a pultla! Ja, látom. Valamelyik pultla, ha kész, teszem. Csá. Hát sima, és... Azt a kurva csetet viszek, sima. Au. Zálokház? Bújt. Ebből ne kéne odaadni. Haj, mérjük. Jó nagy bünti, azt mondod? Nagyon igénytelenül írnak, és az a baj, hogy megszokják, tudod? Megszokják, hogy nem használnak írásjeleket, és mikor majd egy olyan helyzetbe kerülnek, ahol mondjuk a feleségük, vagy a barátnőjük, vagy egy fontos ember mellett mondjuk írniuk kell egy papírlapra, és gecire beégnek. És lehet, hogy ez miatt elveszítenek egy munkát, egy üzleti lehetőséget, tiszteletet, bármit. Tehát én nem értem azt, hogy
felteszek egy kérdő mondatot, és nem raknak kérdőjelet mellé. Én ezt nem tudom megérteni. Komolyan, én sok mindent meg tudok érteni, meg leszarom, de ezt nem tudom. Hogy ezt a 12, 3, 4, 5 évesek hogy a faszba csinálják? Hát persze tompó, hát persze, hogy leoltják őket. De mondom, tehát nincs ez a baj, most a papagájt valaki pontos évvel, valaki ellipszilonos évvel írja, mit tudom én, micsoda, de ez nem tudom, nagyon gáz szerintem. Tehát ez a nők szemébe is, a felnőtt felnőttek szemébe is. De most egy-két írás jelet, mondjuk hosszú ót vagy hosszú út, elbasz, oké. De hogy olyan szavakat látok, basz meg 18-20 évesektől, hogy mi van? Jézusom! Nem raknak kérdőjelet. A szerintem az egy tök egyszerű, tök rövid szó. És úgy írják, hogy esztem, stöm. És ez már alapból azon gondolkodok el ilyenkor, alapból, hogy ez az ember egy semmire kellő. Egy lusta, trehány, megbízhatatlan ember. Ez az igazság. Szerintem. Tehát ha valaki erre nem képes, nem ezt az erőt, fáradtságot, ezt leírja, hát én nem sok jót, nem, tehát nem nagyon bíznék meg abba az illetőbe, ez a durva. Sziasztok! Ez a durva, hogy... Pupex. Műveletlenség, jellemtelen, igen, attól még lehet, hogy tud verseket, meg okos, meg minden, de... A jellemtelenség, az az jó szó erre. És az a baj, tudod, erre azt mondják, hogy úgyis érted, nem, nincs idő rá. Nem a faszomat nincs idő rá. Ne idegesíts már fel. Tehát, ne idegesíts már. Haverok közt még el is megy. Nem megy el haverok közt sem. Ezt megszokod. Mondom, ez a legnagyobb baj. Ez a legnagyobb baj, hogy oké, hogy te azt mondod, havarok közt elmegy, meg otthon a családban lemegy, de nem, ez egy szokás, ezt megszokod, és ez nem jó. Érted, hogy mondom, hogy ez nem jó. Csak mondom majd, mikor a postán állnak és töltik ki a csekket, és mondjuk közleményt kell írni, meg stb. Kézzel, akkor majd a postás mosolyog oda szól, hogy tudod, gondolom magában, jó ostob ez a gyerek, hogy hát ne haragudj, de ez így nem jó, nem helyes, mert egy csekket nem tudnak kitölteni. Ez lesz a probléma. Itt szám, bent találtam egy papírlapot. Hello. Micsoda? Egy papírlapot találtam, ez fontos lehet. Nem tudom ki. Majd adod a neki, nem tudok olvasni. Jó. Hát azért kell azért postára menni. Hú, de leszapogatom azt a nagy fekete kukit. Hát azért kell postára menni. Kell azért, de érted, hogy tehát nem kell adóbevallást csinálnia, mindenkinek tudnia. De eszméletlen. És tudod, az a baj, hogy látok még a TikTokon egy-két videót. Isznak meg ordibál. Gödölön álltam, képzeljétek el, most decemberben. Vártam a busz, este 11-kor. És hallod, mint a majmok. Egy 8-10 fős társaság. Na mondom, geci, remélem nem kötnek belém, mert 3-4-et talán le tudok ütni. 3-4-et, 5-öt, de utána gatya, nincs állóképességem. És akkor láttam, hogy ilyen 14 évesek. Na, és hallod, ordít, de ordít torka szakadtából, meg köpköd. Ilyen. És azt hiszik, ez menő. Tudod, és megálltak a busznak, állapotnak kicsit visszavettek. Jézus, atya, kurva, úristen, fasza. És hallod, nem azok neked, hármat lépett, egyet köpött. De ilyen jó hangos, hogy ilyen tudod, oda? És tudod, állok ott, nézem. Úram, Jézus, tudod, este fél 12, hajnali, fél 12. És onnan voltak egy olyan 10, és akkor ő... Jó van, mi van, tesó, de ilyen 50 kilós gyerekekről beszélek, felszálltak a buszra, tudom, sírikusban voltak. Sírikus volt a buszon.
Hát, én felszállsz én is a buszra, mondom, ezek pofázni fognak, mondom, tuti mondom, hogy szájba baszok egyet. Szerencsére nem, és eszéletlen. Mint YouTube komment szekció, TikTok, hol vannak még emberek? Van? TikTok komment szekció, hogy tényleg próbálnak normálisan leírni dolgokat, és akkor szerintem STEM úgy írja, és akkor, vagy nem tudom, milyen rövidítések vannak. Vagy nem tudom. Nem tudom, hanem nem tudom. Nem, figyelj, haver, nekem is voltak nagyon erkölcselen fasz idióta dolgai, mafia, gangster flashing, stb. Jó, mondjuk én IRL is gangster voltam, de gyerekként nagyon nagy flashekben voltam, láttátok a régi gyerekkori képeket, de chat, akkor ak. De tehát attól függetlenül ők még lehet, hogy tényleg normális emberek, orvosok lesznek, stb. Tehát nem erről van szó, csak na. De mondom, tehát hagyjuk a csóri 10 éveseket, nem basztassuk őket, térjünk át a 40 évesekre. Oké, a 40 évesekre térjünk át, én Facebookon benne vagyok a Tinder Trash csoportban. Lépjetek be, Tinder Trash csoport. Valami ilyesmi a neve. 30-40 éves felnőtt férfiak, alacsony inger küszöbbel, önbizalom hiánnyal, írás tudatlansággal írnak nőkre rá úgy, hogy az én arcomon sül le a bőr. Eszméletlenül, tehát a írás tudatlanság, a elkezdett beszélgetni egy csávol csajjal, a harmadik mondat, vagy negyedik mondatnál megkérdezi a nő, hogy de tök tisztelet tudom, hogy tudom, megtudhatom, hogy mit szeretsz, mivel foglalkozol? És beküldi a céges adó, nem adó bevallás, hanem ilyen céges papírt, hogy mennyi az árbevétel per év. És akkor egy ilyen napszöveges sem volt, hogy bármit megteltek. Mi van? Azt mondja, nő, jó, hát köszi szépen, szia. Mi van? Igen, céges ilyen, céges papírt, most nem tudom, hogy pont ilyen... Aj, nem tudom a nevét. Jó, tényleg komoly összeg volt rajta, ott volt a neve, cím, minden, tehát... Jó, persze, lehet, hogy nem az övé. Bármit megteltek, egy ilyen napszöveges, tudod, menően volt. Ülök, geci, és úgy nézem, mondom, mi van? Írás tudatlanok. Ha ráír, hallod, ráír a csávó a csajra. Tisztelet, kedves Adél, olyan gyönyörű, normális a képed. Annyira örülök, hogy normális vagy, köszönöm. Elolvashatom a bemutatkozó üzenetedet. Egyezik az ízlésünk, egyezik a stílusunk. A harmadik képen, de jól meg kellene téged baszni. Így. Tehát a harmadik képedből kiindulva, jól meg kéne téged baszni. Így. Lenne rá lehetőség? Ha! Vagy... És ez nem trollkodás. Ez nem trollkodás volt. Hé, cá! Mit kell leszel itt? Motoromat. Motorodat? Félti, iszvened boliszt? A kékekét? Aha. Kéket? Igen. Figyelj már, ez nem az ő papírja, elhagyta. Pont itt volt, nem olyan messze. Azt add már majd neki oda. Szerintem az ő nem tudok olvaszni. Rendben, átadom neki. Csá. Le. Szóval... És az a baj, mondhatjátok, hogy vannak jó emberek. Meg csak az internet miatt látjuk, hogy ennyi hülye van. Nem. Átszéletlen buta keretén emberek lettek ebben a világban. És nagyon gáz lett az inger köszöbünk, a hozzáállásunk, az elvárásaink, a... Cáninja, mit kell eszel itt? Basszom se tudja, csak jövök a tömeg. Voltunk sulinál, hát őszintén degéka jött. Ezt találtam. Mi nem tudok olvaszni, de mi van lájában? Megnézkelem. Hát itt egy nagy ilyen... Hát oké, szond, de... Csibják, ilyen csontbázember, ez egy nagy kuki valami. Úgy, de le... Szopogatnám ezt a nagy pekete... Boris voltam. Hogy is volt az előbb? De faszopó, geci! Mi? Te nagy csirak? Pofád van, mi? Nagy pofád van, mint a faszopó! Szop ki a faszomat! Te faszopó! Azt
megvesz. Jó, meg leszel. Basszat, szám, mindjárt jövök. Hol van, hol van egy fegyverból? Nem, itt Roni, itt nem hullámos az élet. Itt nem hullámos, itt. Anyád, geci. Itt... Ez a rejtőzködés. Miért nem tanítottam még nektek? Ez nem hullámos, ez... Előbb-utóbb, tehát 10-ből 8 gyerek normális lesz. De az, amit, amit most képvisel, vagy az, ami azt hisz, hogy elvárás, és azt próbálja teljesíteni, az nagyon gáz. 10-ből 2 csanak, ez bőn a bunkó, így pont 2-vel többször kefil, mint te. Lehet, amúgy... Hullámos, először szargenerált, utána jó. Dakar? Gátsz ilyen szopást. Ó, geci. Nem találod a Facebook csoportot? Tinder Trash csoport, Tinder Trash vagy Trash Tinder, valami ilyesmi neve, már én sem emlékszem. Néha látok egy-két képet, nagyon ritkán Facebookozok. Élvezted az egy órás burit? Amúgy igazándiból megcsináltam 4 vagy 5 kötszert, mert azt hittem, hogy ki tudom hozni, de nem. Meg keresgéltem helyeket, találtam egy-kettőt, de hát sajnos nem nagyon van kiút. Úgyhogy csináltam tök sok kötszert, ellentre 20 percem, de utána elvett a rendszer. Afbeli non is you. Most ne szopos, be kell mennem a városba, mert nincs itt van a itt van a fegyverból. Azt kurva. Szétbaszom Dagnyit a fejét. Hát ezt a kocsit nekem találták ki. Amúgy is durván vezetek, mert tényleg durván vezetek. Imádom neki tolni. De ezt nekem találták ki. Nézd meg! Ez mi a fa? Mióta van ez így? Nem tudom, én visszaveszem a... Veszek egy gyárit. Én a gyári kocsival cset, én nem borultam, bazd meg. Én nem tudom, valami tuning elbassza. Esküszöm. Valami... Most itt lenne valaki, kéne így nézni, hogy ahó, de most nincs itt senki, értem. Hopp, 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 mi van? De hát megálltunk egy kicsit, mi van? B-márkot, engész? Nem. Honnan? A faszból ismerném mindenki. Rajzokért? Állom, valami tuning elbassza, vagy én nem tudom cset. Valami nem jó. Borulok, minden... Én nem, tényleg nem tudom mi a fasza. Szóval... A pia, füveznek. Általános iskolában már basznak. Ott basznak a tornaterem, már tudom. Úgyhogy ezt a teretet mondjuk ki akartam próbálni. Itt azért itt elvérzik egy-két rendőr. Szóval... Nem tudom, cset, nem tudom. Nagyon gál. Igazándiból itt a... Ahogy a férfiak és a nők korcsosodnak sajnos az online... Az online platformok miatt, hogy... Hogy azt hiszik, hogy... Tehát látnak egy kirakat életet Instagramon. Egy eltartott nőt. Egy eltartott szép nőt. Jóság, mindent tudjátok, a szokásos. És tényleg azt hiszik, hogy az a jó élet, hogy... Évi nem tudom hány utazás. Évi hány utazás, évi meg Mercedes, meg tényleg most nem ülünk be egy 2 milliós kocsiba. És beülünk, de hát... Csak amíg elmegyünk A-ból B-be. Szóval az a baj, hogy ez az elkorcsosodott gondolkodás, meg mióta tényleg ekkora teret nyert az online világ, egy nagyon hamis önképet mutat. És sajnos kell az a cipő az embereknek 300 ezerért, mert azt hiszik, hogy az a normális. Kell hogy egy 18 éves gyereknek már legyen háza, kocsia. Mert úgy meg most hova vigye a csajt, tehát tudom, hova? 18 éves lányok, hova? Átmenjek úgy, hogy anyádnál azt, hogy hülye vagy? Persze, van kivétel, stb. De nagyon-nagyon el van korcsosodva sajnos.
eszméletlenül egy torz képet látnak sajnos az interneten, hogy mi a boldogság, pedig nem, tehát nem az, amikre ők gondolnak. És ez egy nagyon sajnálatos dolog. Jó dolog az utazás, meg tényleg jó dolog egy 50 milliós kocsi, de mi köze van ahhoz, hogy ki milyen ember élhet? Tehát... Jó, kényelmes a kocsi is, bármilyen kocsi legyen az. De... De... Nagyon torz sajnos az egész világ. Nem jó képet látnak. Dag? Csá, Dag? Hát itt szín. Csá, Dag mele van? Elmentek. Mele? Csá. Belvárosban. Hát egy ilyen zöld színű, nem is tudom mi volt az, Camaro talán? Figyelj már, találtam itt nem messze ezt a szalt, ezt nem tudom, hogy ki. Valami van nála, hogy szól. Valaki leszopogatta a faszt. Add már neki majd a tulajdjának vissza, nem tudom ki az, na megyek, cűztök! Add kölbe mindenkinek, hagyd nézzék meg! Szia Zsolikám, boldog születésnapot! Konzumer idiotizmus! Hát a tévé abban mi? Meg imádom a filmeket, 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Moziba is úgy betűthetik be. Tehát egy 16 éves gyerek, egy 14 éves gyerek nem mehet be egy olyan film, ahol 18 éven felülieknek ajánlott kategória. Tehát Amerikában védik a gyerekeket. Aha. Hú, bassz meg. Hogy védik a gyerekeket. De az ötödikesek meg a hatodikosok azok kb. 9-10 évesek, ha jól tudom. 9-10-11 évesek. Álltam a busztögállóban mikor egy másfél hónapja. Hát nem azok nektek, egy 11 éves kislány volt ott. Egy Samsung S23-as telefonnal. Nincs az a baj, 500 000. Most de most érted, védik a moziba a gyerekeket. Kettő gombot nyomnak, és a legbrutálabb pornót már látják. Tehát az inger köszök hol, mert most be, egy Alien versus Predator filmre nem ülhet be egy középiskolás, vagy mi ez? Igen, egy középiskolás is nem ülhet be moziba. Hát ki a fasz érdekel, érted? Ez mi? És tudjátok, mi a legrosszabb ebben az egészben? Hogy azért mi is erkölcstelenek voltunk, meg verekedtünk, meg balhéztünk, meg minden szar, viszont bassz meg, így, hogy ebben a hónapban 34 leszek, hát én nem tudom, oké, hogy öregszem, de bassz meg, ennyire? Értitek, hogy mondom, hogy ennyire furán látom ezt, vagy érted? És tudjátok, az a baj ezekkel a eltartott emberekkel, van a férfiak is, a nők is, hogy teszik magukat, tudod, más megszerzett hasznán. De bazdnak egy őszinte barátjuk nincs, egy őszinte ölelést nem kapnak. Ez szeretlen durva, hogy azt hiszik az évi pár nyaralás, meg a luxus autó, az a menő, az a jó, attól lesznek boldogok, de nem, tök durva, hogy Hogy nem látják, hogy nem ettől lesznek boldogok. Nem azt mondom, hogy ne legyen áram a világban, érted? Mert nem, tehát imádom a technológiát, a bankkártyát, az okos telefonokat, az minden, de nagyon keverjük a szezont a fazonnal, és ez nagyon, valahol ez nagyon vissza fog ütni. Nagyon vissza fog ütni. Nagyon. És kíváncsi leszek, hogy én nagyon remélem, hogy mire én nagyon öreg leszek, lesz minimum egy gyerekem, aki eszélten erős lesz, és valami bunkert biztosítunk magunknak, nem tudom, de én az ablakomon át szeretném csak nézni azt, hogy hová fejlődik a világ, úgyhogy közben meg olvasok, meg minden ilyesmi. Szóval meg híros származok öreg emberként, meg tudni fogok híros származni. Meg kell keresni, de akkor szép baszom a fején. Szóval nem tudom, hogy mi lesz. Nem tudom, hogy... Tiszteletem!
Hagyd mondjak meg gyorsan, hogy van a ívce, van az ívce meg a dág. A fehélek. Igen, igen. Most keleszkedtek fegyvel el a falmon. Csak ennyit akartam. Jó, megnézzük, megnézzük. Szerintem. Tudják, tudják, de ott ilyen autista folyik a nyála. Hogyne, hogyne, igen. Jó, viszont lát lesz le. Viszont. Az Emmy elszabadult? Hát, az úgy megbasz minket. Hát már nem tudom hány országban leállították meg ilyenek. Nagyon veszélyes. Eszentlen veszélyes. Hol lehetnek épcséjék? Otthon? Hát a baj... Ó, a mai fiatokban nem lesz sem. Dehogy nem, Dre, dehogy nem lesz. Dehogy nem. Vannak nagyon normálisak. Megmondom, van, mi is eszetlen erkölcstelen faszkalapok voltunk. Nagyon csúnyán viselkedtünk, meg minden hülyeséget csináltunk, és megtanultuk, hogy mi a tisztelet, stb. Berendezkedni a világon. Nem tanult tiszteletet, nem tanult órákat, ők gáznak tartják, hogy kiállsz ország mellett, elvő lapon. Mondom, de a mostani 18 évesek, ha lány, ha fiú, inkább lány, rendesen pornó birodalmat, rendesen vállalkozást építenek. 18, 17, 18, 19 évesen webcam szex, donétek, pénzek, és tudod, hogy mi a legdurvább? Hogy nem szégyenli. Tehát ugye itt a Twitch-en is streamel, illetve streamelt egy-két lány, aki simán rejtett link, OnlyFans, ott a pirája, bepucsítva minden. Tehát webcam szexezik. Érted? És nem, és az a durva, hogy tehát nem szégyeni. Tehát itt van a TikTokon ezek a travik, meg stb. Nincs az a baj, valaki travi, meg férfiként lányba öltözik. Kutyát nem érdekli. Senkit nem érdekli. Na de az, hogy élőadásban leszoknak mást, meg azaz erkölcstelenül viselkednek, és ezek a buta nézők, mert tényleg ostobák, mert ne haragudjatok. Ostoba nézők, bazd meg, küldik nekik nem a 10 forintos bitrémien vagy az 500, de még az 500 forint is sok, hanem a 5000 forintos ajándékokat a buta, buta, drogos traviknak. Mi a geci? És ott volt a kimutatás, chat. 10 millió forintot szednek össze a TikTokból havonta. Még egyszer mondom, 10 millió forintot havonta, amiből 5 milliót kapnak meg. És itt is volt a Twitch-en egy csajszó, hogy pucsítgatott meg minden, meg tényleg nézték 200-an, 3 hete streamelt, 200-an nézték. Ó, de hogy itt vagytok 200, nincs ezzel baj, tök jó. De itt igazándiból a webcam szex oldalára irányította az embereket, stb. Annyira a reklám felület lett már tényleg úgy minden, tudod, hogy nincs mögötte, nincs benne szeretet, érte, nincs benne teljesség, őszinteség, és videót csinál a Csajci arról, hogy amíg nézők nézik őket a webcam szex oldalon, hogy milyen ajándékokat kapott a nézőktől, és monitort küldenek neki. Tehát nem elég, hogy erkölcstelenkedik nyilvánosan, és ő ezt büszke rá, csicskák azok, akik gyárban dolgoznak, mert kimondta. Nem, még az elfuserált, szűzfaszú, szomorú faszú, meg nem értett férfiak monitort vesznek, meg gamer széket vesznek ezeknek a nőknek. Mi van? Érted? És úgy ülsz, hogy mi van? És akkor a csajszi kirakja, tudod, YouTube videó, a nézőim küldték, és... És büszkék rá, büszkék, hogy ők... Büszkék. Nagyon durva, eszméletlen, nagyon eldobod, hogy... A Náki család. Akkor ennek a kapna, hogy beszél a BU, nagyon divat lett a tarhálás most, persze. Hát ott van a Loka Pantera, eszméletlen erkőstelen emberek. És tudod, hogy mi a durva? Tehát emlékszek rá, nem fogom elmondani, hogy ki az, egy magyar milliárdos, ültem vele egy kávézóba, beszélgettünk, és azt mondta nekem, Roland, egy dolgot élek, nem felejtem, azt mondja, Roland, egy dolgot jegyez meg. A legerősebbek, azok a hülyék. Egy hülyével nem
tudsz leállni, egy hülye ellene nem győzhetsz sehol, mikor, sehogyan, semmilyen napon. Egy hülyével nem győzhetsz, egy hülye felett nem diadalmoskodhatsz, sehogyan. És bazdmeg igaza van. És tényleg, és most azon gondolkodok, hogy ki a hülye, Loka Pantera, meg az a Roland, a csávója, hogy így leégetik magukat pénzért, ők a hülyék, vagy azok a hülyék, akik a nézők, akik küldik be a pénzt. Most tényleg, melyik a hülye? A férfiaknak egy kis tartás kéne, és nem mindig kell, tehát nagyon sok nő nem élne álomvilágba. Ha férfiaknak egy kis tartásuk lenne, akkor nagyon sok nő kitörne az álomvilágból és kezdene az illetével valamit, ami tartós, ami igaz. Nézők szerinted? Akik pénzre ők kihasználják? Kínálat, kereslet, igen. Most erre csak annyit reagálok, hogy tudom mondani, hogy a csajt Richard, aki nem feltétlenül mutogatja magát adásban, meg nem is kacérkodik semmi, aztán amikor már azt tudtam meg, hogy az akkor újonnan megjelent PS4 Pro-t kapott egy nézőtől, új felhallgatót kapott egy másiktól, gamer széket harmadik, és a csaj valahol restelt, hogy ajándékba kapta, nem is volt rá büszke, de ezért nem utasította vissza semmit, bár hülye lett valahol. De koronak, ezzel nincs baj. Tehát, ha valakivel szimpatizálsz, mindegy, hogy Twitch streamer, vagy zenei előadó, vagy profi festő, és hogyha megteheted, nincs baj, én sem utasítanám vissza. Érted? Ezzel nincs baj. Ezzel nincs semmi, hogy... Érted? Tehát, hogyha... Itt a lereagálás, a hozzáállás, a nem mindegy, hogy teszi magát vele, tudod? Vagy kérkedik vele, vagy elvárja, azzal van a baj. Szóval mondom Koronnak, azzal nincs baj. No, szerintem azért tisztelet a kivételeken és 2004-es rögyökről a kisebb koromban mamáiknak nyakik voltam a sárban, amikor szomszéd fiúkkal verekedtünk. Ez egy olyan személyes sport, szóval van a kivételek, nem is látszik. Play for fun, pont nem rólad beszéltem. Úgyhogy elhiszem, hogy próbálsz harcolni a jogaidért, stb. De hát ugye kinek nem inge, akkor ezt elmondom, hogy ezt mire szokták mondani. Kinek nem inge, ne vegye magára. Az azt jelenti, hogy ha te nem találsz magad, tehát máshogy viselkedsz, akkor egész egyszerűen csak olvasnod kell, végig kell hallgatnod, és nem kell kikérned magadnak, mert veled nincs semmi baj. Érted, hogy mondom? De persze, mindenhol vannak kivételek, tehát vannak bizony. Vannak olyan prostituáltak, akik nagyon pofátlanok, akik nagyon erkölcstelenek, vannak olyan prostituáltak, akik eszméletlenül adakoznak, jó fejek, normálisak, aranyosak, kedvesek, stb. Csak most ez van, ez. Na mondom, nem a TikTok meg stb., hanem itt így az egész mindenség az, ami nagyon vagy kimutatta az emberiség fog a fehérjéjét, mert ugyebár online hamarabb mindent el lehet érni, de egyébként szerintem már azért bőven ott van Gino. De szerintem már bőven az is beleszámolódik az egészbe, hogy egy nagyon eltorzult önképet mutatunk a világ felé, és utána azt hiszik emberek, nők, férfiak, hogy ez a boldogsághoz vezeti út, ez a kocsi, ez a... Hicca! Nézzet! Ezt találtam kint. Hát nem tudom ki. Majd add át neki. Császtok! Ha, Cá, mi van? Nálam van a csodálatos bulis taplója, azt majd adja, mondd neki. Fasz se tudja, nem tudom, én találtam. Aha, jó. Biztos? Sebeni. Szia, tempizet, te voltál az szép lövés. Szép lövés volt.
Úgyhogy túl nagyok lettek az igények, gyerekek. Túl kevés lett az őszinteség. Meg a, hogy is, ugye, amúgy tök le lehet látni a régi 50 Cent zenék. Élő példa, a régi 50 Cent zenék, új 50 Cent zenék. Üresek. Én azért, ha hallgatok régi old school rappet, mert azok még igazak voltak. Most már üres zenék vannak. Ó, gangster vagyok, ó. Gyilkos vagyok, de hogy vagy te gyilkos? Hát otthon ülsz, bazd meg, hát több millió dollárt keresel évente, hagyjam el. Szóval... A rendőröknek kéne még ezt adnom, meg a tagot kéne megkerestem. Hol lehetnek, bassz meg? Ifcsék, hol? Gettó tipi már nem. Gettóban nem, hotel nem. Konditerem! Aha. Hop hop. Kinyitják a te... Kinyitják a konditermet? Kb. Már nem is ők írják a szöveget. Persze, nem is ők írják a szöveget. Marketingesek, stb. Persze. Hat kötelesség? Hat... Az még nem oldja meg. Annyira torzult a for. Attól függetlenül, hogy te most elmész katonának hétvégén, hazajössz, megnyitod az Instagramot. Így külföld, úgy külföld, meg így sportkocsi, úgy sportkocsi, meg így Louis Vuitton, stb. Attól te még ugyanúgy egy torz világban fogsz élni, tehát érted. Csak mondom, hogy nagyon sajnálom a srácokat, meg a normál srácokat, meg a nőket. Elszűnetlen meg kell felelni mai napi világban. Legyen egy jó cipőd, jó órád, akkor lehetőleg ne tömegközlekedni. Aha. Lehetőleg ne tömegközlekedéssel mászkálj, akkor legyen kocsid, legyen házad, akkor jó ruhád, jó telefonod. Telefon miatt csúfolják az embert, de telefon miatt osztályban, igen, ezt szeretném. Hol lehet nem jönni? Hát Marcel, nem maradok egy fúde sokat, mert fáradt vagyok. Fáradt, tényleg fáradt vagyok. Nagyon sokat edzettem. De hát, mondjuk, akkorát teszem, mint annyi, olyan adagot teszem, mint egy mókus, úgyhogy addig még vagyok. Azt a picit méretem megeszed, azt a pár szemmagot. Úgyhogy mondom, sajnálom ezt. Nagyon kíváncsi leszek 30 év múlva, mi lesz a tendencia, mi lesz a... Unblock az egész, nagyon kíváncsi vagyok rá. Eszméletlen kíváncsi vagyok rá. Hol a faszba? Hol lehetnek? Konditerem, hotel... Lehet, hogy otthon vannak, de akkor látnék egy-két autót. Na-na. Itt nem. Kórát, Groove Street, nem. Az ilyen gangsterkedésen beszélni itthon is felelhető, nem is tudom, nem tudom, vissza basszom fittinget, esélyek összezörenésére, ott nem mutatod ki a nagyobb gangster. Hát most mit mondjak, én szeretem Dopman Lacit, szeretem Lacit, Mr. Basszával találkoztam, csináltatott nálunk fóliát, tehát a The Godfather, a keresztapa energiaital, az egy watt energiaital volt. Az egy watt energiaital volt, azt mi fóliáztuk neki. Egy nagyon aranyos, normális ember, tényleg egy eszméletlen, egy tisztelettudó, normális ember. De semmiféleképpen nem gangster. Ahogy Dopman sem. Tehát azért, mert ismer pár 8. kerületi ember, akkor te még nem vagy, nem leszel gangster. Azt hittem az X-cse. Szóval nem, tehát véletlenül sem gangster. Tudod, ki volt gangster?
a Wanted, a Wantedból a két srác, azok csibész gangszerek voltam. Amúgy nem kötekedésből, mert a te dolgod, de ha nem tud írni Tici, hogy csinál ilyen papírokat? Hogy csinál ilyen papírokat? Elmondjam? Na jó, elmondom. Rányom, hogy üres dokumentum, persze ezt IC nem nyomsz rá. Ctrl V. És ugye lecopogatnám ezt a nagy fekete kukit. Bolis voltam, akcentussal írtam, offline Discordon, és behoztam IC, mint ahogy mindenki más. Egész egyszerűen Bolis Bolis naplója. Egész egyszerűen sehogy. Egész egyszerűen sehogy, ez RP miatt csinálom csak. De, Tobika, annak mondjuk nagyon örülök, hogy egy ilyen kis részletet is figyelsz, mert amúgy nagyon sok ilyen emberre van szükség, aki néha, hogyha elbaszom, vagy néha, tehát aki meglátja apró részletet, mert azokból eszméletlen lehet építeni. Igen, írásképtelen akarok. Portik az maffiózó volt, az nem gangster. Tehát a gangster és maffia között eszünk van a különbség. Úgyhogy Tasnál is maffiózó volt. Hol a faszba lehetnek? Honditerem? Hambus? Hornin? Tehát le lehet erpézni azzal is, hogy fénymásolóba csináltattam, meg megfogták, á, de nem, mert én nekem már nem foglalkozott az. Assz a kurva. Eltaláltam. Szia, az én szememben nem így történt. Nem? Ó, bassz meg. Ez komoly, te vagy. Komolyan te vagy. Remélem, hogy megnyomolodsz, meg nyomolóik leszel. Fú, te... Takalodj el, amíg tudsz, mert kicinál a Bloody. Nem mit cinálsz? Húzz a vérbe, leütlek, köcsög. Na gyere! Leütlek. Na gyere, szállják ki a kocsból. Na gyere! Mit cinálsz? Mit cinálsz? Mit cinálsz? Mely? Szállj ki! Mely? Szállj ki, mert nyakon magdoszlak. Kiszálltam már, nyomolék! Mi van, mit akartál, ha? Semmi. Mi van, nem tudod, hol a gázpedál? Melkét, baszok a fejed le, olyanokat baszok le! Húzz innen a vélbe! Na jól van, most azonnal szállják ki a kocsiból! Hülye pizza! Hallod? Hallj meg! Na! Gyere ide! Nem vidd el a kocsi... Nem akarom elvinni a szalkocidat! Mi van? Mit akarsz? Na! Befejezted? Basztalak ónyelgen? Persze, boxell! Boxellal, aha! Na mi van? Mi van? Alászkodj meg, kérjél bocsánatot! Kérjél bocsánatot! Kérjél bocsánatot! Te kolpász! Te kolpász hajú, kérjél bocsánatot! Na! Te kérjél bocsánatot, mert szétbaszkodom a fejed, mely leszalom, hogy nő vagy! Hallod, te gyökér! Na mi van? Te kérjél bocsánatot! Istenem, te szoktáltál? Kérjél bocsánatot! Hát, mert el akartál lopni a kocimat! Kérjél bocsánatot, mert nyakó magdoszla! Te kérjél bocsánatot! Hallod? Szattan az ónyelgeden! Kérjél bocsánatot! Mi van, meglepődtél, mi? Szétbaszom a fejedet, mely? Ha? Szét leszel kulva? Te leszel szét kulva! Kérjél bocsánatod? Tici zaklat váljatok! Tici zaklat váljatok! Nem változtál semmit! Hajd meg! Tici vágyom lett! Hívd már a passzid! Áááá! Te lohadt geci! Most szét... Fekszel! Huszolsz! Nyomolék vagy, érted?
Hajd meg! Közben van a box, de nem. Ja, hambusba mentem. Streamed. Ja nem, kedves vagyok. Tényleg. Már jött is rá egy like. Hol lehetnek dagék? Hol lógnak ezek? Hol lóghatnak? Nagyra vagy megvertél nőt, hiszi alkottál igazi gengszer. Ez így van. Jaj, de jó. RP-ben úgy szeretek nőket verni, kurva jó. Há most mi van? Megkeresnek, elkapnak, megbaszlak és berángatlak a bokorba. Nem, nem, nem. Nőt felé régen szégyen, de rugni dicsőség. Hiszen nagy maffia, aki nőket meg boxerre és a flexis felé, igen. Ez így van. A zöld kocsisok kellenek nekem. A zöld kocsisok kellenének nekem, akik azt mondták, hogy még, ha egyszer meglátod ezt a zöld kocsit, akkor nagy bajban leszel. De reppennék rájuk, hogy úgy rájuk reppennék, hogy hello, most megláttam, akkor most mi van? Mi lesz most? Nagy bajban vagyok? Új, de jó. Úgy mennék. Új, de alig várom. Megyek lassan, srácok. Na, a gyógyban megfőzök. Baszba lehetnek, tagjék, baszba. Tá? Tudunk dumálni? Á, majd készöm. De én még azt szeretnék. Hát de majd később jó nekem, az dolgom van. De én nekem akkor azt mondom, akkor fogalmazok úgy, hogy most beszélünk. Ja, ha kész. Már vette a stuki. Szia, kecske! Tonight, tonight! Na, hol, hol vettem? Köszi Csabám! I love you! I love you! Oh, Bugatti! Köszi szépen! Köszi szépen! A hármas hónapot! Ciao! 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 Hol lehet, Doug? Szia Szabó Áron! Köszi szépen Csaba! Béke! Love! Tisztelet! I love you! Ezt most megbánod, te köcög!
Nem, a középszerű nem úgy teszem a dolgot, mint ahogy nagykönyvben le van írva. Nem tudok olvasni. Ez ki ez? Ja, megértem. Nem, Szabó, nem vágok már videókat, mert a kutya nem nézi. Így sincs időm. Hát majd lehet, hogy lesz majd egy-két olyan... Lehet, hogy, lesz majd egy-két olyan RP. Ez hol a gecibe van? Lehet, hogy lesz majd egy-két olyan RP, amit megvágok, tudod, ami olyan wow, de jó, ezt a sulit is szívem szerint megvágnám meg minden, de nincs. Egyszerűen nem akarom. Rosszul vagyok már videóvágáson, nincs kedvem. Tényleg nincs kedvem, meg kéne, de... Mikor lesz kaszinó? Kaszinó stream. Jövő héttől. Már nem bírtam ki, már belenyomkodtam egy kicsit, már elkaszinóztam 5000-re. Jó, de jó, de várom. Nincsen állítólag, nincs ma suli, és hogy hát, na, azt mondták, hogy ma nincsen suli. Tegnap IC beszéltem Mörfel, nem is emlékeztem, hogy azt mondta, hogy ma nincsen suli. Merre vagy te, fattyú nővérő? Olyan 5000-et elkaszisztunk Ivcsével, jó, de jó volt. Alig várom. Benyomom Csóri Billát, nyomogatjuk. 100-as tét, 200-as tét, 1000-es tét. Elszórakozunk, jó lesz. Meg a felrakozód is ugyanott vagy. Nem, amúgy nem. Igazándiból az a baj, hogy a videót vágnék, tehát kéne videót vágni, akkor úgy kéne csinálni, hogy jól megvágom. Effektekkel, ráközelítéssel, stb. De... Basz meg. Nem. Nem csak a kocsi. Melyel vagyok egész végig? Engedd el. Meg kéne... Jó. Félreállok. Megcsinálok. Szerelőládával. De szerintem még egyszer annyi idő, mint amennyi a stream, nem? Sok idő, ha? A Galaxy az jó szerver? Igen, jó szerver. Mixi, szerinted miért lett törölve az, amit írtál? Mindjárt szomja a lopat. Ennyi HP van? Ja, mert boxerrel megütött. Mindjárt szomja a lopat. Nincsen hamim. Nincs hami. Nincs hamim. De, ja, itt van Kenny Hall. Csőve. Figyelj már, mele van Ipce? Most azt hiszem, mert van a hornizba, elment vécél, hogy mi az Isten csinál. Köci, te! Na, majd megbeszéljük. Ezt az egy napot, nem tudom, nem akarok egy napot ezért adni. De valamit tényleg kell, mert... Nem jó így. Mert most is igazából nem bassza el úgy az RP-t, meg stb. Meg nem basznak meg az adminok ezért, hogy... Mert moderálom a csetet, eszéletlenül minden, de...
Csak tényleg nem értem, hogy miért... Érted? Nem értem, hogy nem látják, tudják. Hol a faszom van is cseh? Doug. Menjünk, kapassuk el magunkat, melyékkel. Hármiénbe? Kapassuk el magunkat, melyékkel. Azért nem fogom adni magam túl, de könnyen. Remélem nem lövik ki egyből a kerekemet. Az a baj, hogy persze, hogy terepre megyek, mert félek, hogy azonnal kilövik a kerekemet. Ez a baj. Mert úgy meg kergetőznék betonon, csak inkább megyek terepre, mert kilövik. Azt mondja, hogy hol van a három év szobában? Á, nem látom, telón. Mit akarok tankolni? Jó, Grove Street. Mi mondtál? Persze, megnézem a gépen. Tankolni. Azt, kihúzza rám, bazen az NPC. Tankolok, mert... Jó, szóval 9 liter, azért jó sokat fogyaszt, bazd meg azért. Kiszállok, bam, egyből nyakas. Bam! Majd ki megnézem. Megnézem mindenféleképpen. Van egy teli benzinem. Kettő szerelő ládám. Elég, lehet, hogy veszek majd még egy benzines kannát. Az mindig legyen, mert fú, múltkor is azért kihúzott a szarból. De ugye a taxos menekülés, azt nagyon szeretnék még, sőt, a következő bankrablás holnap vagy holnap után az ejtőernyős lesz. Ha jól tudom, azért a rendőröknél mindig van ejtőernyő, úgyhogy bazdmeg az is lehet, hogy simán utánunk ugranak. Csak az a baj, hogy ki kéne rakni egy menekülő kocsit. Egy kérdéssel kezdünk, ne legyen gyanús. Hello. Csá, figyelj már, melyet nem láttad vala melle? Nem még, nem. Mit csináltuk? Én épp pisile. Hát de hol? Hát a hangus, hogy mi ez? Kenénél, nem. Én mert ne csikizza a fűszer. Bementél Kenéhez piszilni? Jó tövesznő vagy. Aha, persze. Szerinted nem kajálok, vagy valamit a seppek. Ja. Nekem nem mondja az, aki a falakat húgyozza. Meg ja. Olyan büdös volt, akit azt hittem, hogy izé kagylókat dugdosa. Persze. Hát jó. Emlékezzél, mikor ott voltunk. Na Mizu is, na Mizu. Láttam, leütötted a mely. Ja, szétbaszkodtam a fejét boxellal. De miért mit csináltuk? Á, belementem és szintén neki átfejjem. Na. Na. Azért jól változik az idő, igaz? Ja, világ, mondtam mint... neki, kéli bacánat, az pofán baszkodtam boxellel, bam! Beült a kocimba. Hát egy mafia kociába, hol már? Na. Te figyelj már ide, hát akkor most mennyire van egy törtízes kelem tüdöcs a kocsimba? Á, személy mellől nincs szabaka. Úgy tényleg, de nagy szerencséd van bazen. Ja. Állítólag már megmossz a lábát, már nem olyan gombás, nincs baja. És izében, hát mi? Nem, állítólag már nem láttam, hogy most van-e a von hasza. És nem azt akartam kérdezni, hogy nézted legalább a has? Nem láttam, hogy van hasza. Itt van, Doug. Jó. Na, ha készült, már azt hiszünk, ha látod melyet, akkor szóljál, kész? Na jó, de mi nem jössz ide hozzánk a idén? Ez a szar, az hát, ha jön kaján. Á, nem válom meg. Na, majd úgy cizunk. Jó, van.
Na jobban, cső, puci, megyek, mézi. Puci. Foglalom a bécsi, cső. Puci. Sziat is. Bemennék is. Kenny találnám el, az a baj. Az a baj, nem, nem akarok balézni, Kenny, mivel megígértem neki, hogy nem balézok. Basszis, ott volt hátul a faszom. Ja, tudtam én, hogy valahol itt, itt csinálták meg a képet, de hogy hol van piros tábla, mi? Most amúgy tiszta célpont lenne. Csak azt várom, hogy ki jöjjön. Mi van, mit keresel itt? Bam! Be kellene mennem kajálni amúgy. Ó, majd veszek kaján. Ez az. Ezt vártam. Mi lévnénye? Mizu? Ha? Faszopó, geci! Na mi van, te faszopó, ha? Mi van, buzi? Faszopó, köcög! Mondtam, hogy szétbaszom a fejedet, te lotyi! Jaj, de simán jól voltam ezt, Pipa. Látjátok, a fókusz. Nagyon fontos a fókusz. Valamit kitaláltál, azt csinál. Most sikerült a szerverre szóbeli pár nap én is. Na, tök jó. Milyen, milyen karaktert álmodtál meg magadnak? Mi akar itt öli? Kapassuk el magunkat melyékkel. Ez egy jó verés azért már kijár, nem? Kíváncsi vagyok, hogy csinálják. Remélem valami egyediség van benne. A feeling on is you. Inside mama. Elmegyek a rendőrökhöz, osztogatok Boris naplókat. Úgy tudjátok mit? Hát az egyik kedvencem. Az egyik kedvencem, csinálok egy selfit is, és kifigyeljük a... Ne. Kifigyeljük a maffiát. Várj, figyeljetek. Nincs már finis, tök sikere. Amúgy baszd meg! Figyeljetek. Várjál, várjál, hogy... Ez a kik... Megcsinálják a hotelnél a képet. Megcsinálják a hotelnél a képet, és oda felmegyünk, jó? Nem. Nem már. Hogy lehet ide leggyorsabban felmenni? Itt. Milyen tuning van? Fullos fék, fullos motor, turbó, többi más nincs benne. Figyelj, mindjárt jönnek melyik, figyelj. Szia Barbie. Na? Szia Jungles. Miben se... Ja, látta. Szia Sipi. Mi? Kirankila?
Milyen karaktert hozol? Hogy lehet azóta írod, bazdmeg, én meg itt zaklatlak, hogy... Oké, Rani, majd stream végén. Na? Aki meg akar baszni, az tudja, hogy ide jön most. Aha. Az baj, hogy a rendőr jött. Ajjaj! Nem hozzám jött. Jó. A rendőrök nem én... Engem már nem köröznek, nem? Engem már nem köröznek, én egy órát leültem, bazd meg. Egy óra. Hát de kb. Milyen? Milyen karakter? Tehát, hogy milyen nemzetiségű, kb. Mit fog csinálni, legál, illegál? Hopp, ott jön egy kocsi. Maguk az ott menne az autó. Az se. Mi van, nem kapják be a csalit? Várj, nekem van még egy-két képen. Hát ez... Jaj. Na, galéria. Kitörlöm. Na, ezt is kitörlöm. Amanda! Ez mi? Ja, Boris öcsi. Ezt is ki... ezt még nem törlöm ki? Melyiket rakjam ki? Hop-hop! Nem, az a jeep az ott állt. Várj, ezt majd Amandának küldöm el, ez nem jó. Ezért rakok ki. Hogy az Isten faszába nézel ki, Bolisz, női nadlágba jössz szuliba. Szuliba, te vélbeli latyi gyerek. Na mi van, nem kapták be a csalit? Mi a fasz van? A kaszinó az milyen gyakori lesz? Nem lesz olyan gyakori. És este lesz, RP után, úgyhogy lenyomom a streamet, kimegyek, kajálok és újraindítom a streamet. Na. De most sem hozzám jött, mert beparkol. Neki ugrott a falnak. Hát, cset! Egy fiatal srác, aki a repben találtam az egyetlen örömét az életben és az illegál felé kacsingat. Jó, hát akkor bármi lehet még. Nem vagyok érdekes számukra, az az igazság. Szia, Jocz Fater! Unibet? Nem. Na, én megyek. Szia, Gehó! Peti, hogy nincs napok óta? Alex, terhes. Terhes. Az az igazság. Ez van. Tényleg, terhes lett. Meg akarja tartani. Terhes. Tici, Exlaflog mindjárt elmagyarázzák. Mi a te buzi? Megmerlek. Megverlek. Jó, alszik. Sleep, alszik. Boxerral tudsz csak boxolni? Pontosan, azzal is szokok. Holnap is, egy hét múlva is, és egy hónap múlva is. Szét fogom baszni a fejedet boxerral. Én is a tiédet, te szemét. Megkapod, várjál csak. Hagyjad már. Igen. Te oszobát, folyik a nyálad. Te kiszegítősz. Tényleg. Na. Szemét. Nagyon megbellek. Most jéggel, kajakra hűtöm az arcom. Jó, figyelj ide, lehet, hogy többet nem... Úgy megfenyegettél most a többet. Többet igen. Lehet, hogy meggondolom már most már legközelebb, hogy bármit is csinálok. Igen, gondold meg, igen. Jó, baszki, tényleg? Mondtam meg. Én is, igen. Tényleg meggondolom szerintem. Igen. Jó. Okay. Mit gondol meg? Azt gondolom meg, hogy még egyszer megütöm, mert úgy megfenyegetett. Ja. Nagyon megverlek. Igen.
Tú, baszki. Jó, hoki, nyugi. Féljél is. Rettegél. Hú, ekkor a gengszel először ne szodoljon az ugye, élet. Ugye, tesó? Büdös ma fia, vagy mi vagy már te? Hú, baszki. Jó. Ja, igaz. Ugye? Mondjuk a szelekti. Már mafia vagyok, össze, én nem gettósz, kinőttem az utcából. Aha. A suliban még az izéd, a régi ruháidat hordtad, mit hogy a csicsó? Hogyne, csak a vájsz, tesz ott, amíg csak a vájsz. Aha. Egyértelmű. De tudod, mi leszel? Csak a pokolba leszel, ott leszel, vagy mélyre áslak, érted? A pokolnak miközben van a mi, nem tudom. Mi iszik ez? Nem tudom, csak próbáltam valamit visszaviszonozni, vagy mi az is. Ugye egy kicsikém, tudod milyen meglepetésben volt észem? Na! Nézgelődök a csomagtartóba, ha? Egy vaddi új szerelő láda, ha? Egy csepp olaj sem volt rajta. Faszom, én még nem találok szemét, bukászok, mert minden tiszta csövesz vagyok. Ja, használ zalaruhákat veszek. A zala, milyen ruhák... érdekes, én azt hittem a maffiával együtt jár a pompa. Igen, a pompa meg az éj, azt próbálok keleszni pompát meg zé, de nem úgy, nem találom, faszom. Ó, oh. Próbáltam már lottózni, vagy kaprosos, ilyesmi. Lottózni még nem. Úgy elmennék bingózni. Júj, de jó. Bingo! Jövő héten, bingo-mingo! Yes-tek! Júj, de jó! De jó, akkor majd szerinted ott adnak pénztollat, vagy vinni kell? Hogy micsoda? Hogy adnak ott pénztollat, vagy vinni kell? Adnak! Hú, de jó! De te miattad, az ilyen ADHD-sz kényszer túl vagyok miatt ki van kötve ilyen madzagla? Nem mi már! Mi az ADHD? De... Pedig azt hittem, hogy... Jó, és akkor, ha visz a kollót, pász meg, de jó, hogy szólt. Jó, úgy, szép, hogy jövő héten. Okész? Jöjj, de jó. Hallod, ja, szobd le magad. Most nem akarsz engem elvinni valahova fagyizni? Mert degraszt, baszak, elvitt gumicumizni. Ja. Fagyizni? Hát nem vele a dagod, de én azt megvel. Hát megverlek, az biztos. Jó, na. De akkor majd a izé, hogy hívják? Megkapod, a bandázásunk után verd meg, jó? Ugye? Hát ő rajta múlik, én már megvertem, nekem maga lázkodott már. Megkapod a magadét, igen. Fogsz erre a te szemét, várjál. Na látod? Találkozunk, akkor azonnal velekedni fog. Na jó, akkor nem, most ez az... Most az egyszer nem szemét. Na, gyere értem haza. Ja. Oké, szógyek. Szemét. Csá. Csá, csicska. Köszi szépen, burulja a követést. Júj, szembesen! Na-na, ej! Na-na! Itt kéne csinálni valami okosságot, mert ez 200 IQ lenne. Geci! Hogy az a... Itt van valami... De hó, várjál! Nem, hogyha onnan lentről jössz, akkor tudsz átmenni. Itt kéne valami áthuppanást a kerékkel, mert akkor ki vagy a vízből. Jó lesz, hogyha úgy kapnak el, ott lesz így se. Haza. Nincs HP. Fel kell húzni a kajáért. Na majd lehúzom őket. Nincs HP-m. Vagyok megverlek egyszer, hidd el! Tényleg, komolyan mondom. Én hova? Hát nem tudom, te nem jössz? Ide amúgy. Elszívhatok egy jointot előtte. Gyorsan. Ja. Ja. Hozzá nekem is, szólj már beládi, adj meg kajcit! Hozzá nekünk is. Adj meg kajcit. Amúgy megtaláltam Bolis naplóját, és lefénymászoltam. És azt osztogatom embereknek, hehehe. Én is átadtam Dagnak is, most volt vele verni. Mit oda? Adj meg kajcit, a... Te mondom, adtam gumicumit, csak azon...
Hát ez aztán nagyon ettől aztán jól lakok. Adjak még egyet? Kettőt megbízni? Aha, de jó. Na, ha mizzak? Finom édes még mindig? Ja, édes. Hát köszönöm csak. Az túl jó még mindig. Képzeltem, azt mondta, hogy nem fog már ízélni. Ki? De jó. Gyere csak száll, csak egy kicsit érted, odadom. Gyere, lakba a kesztyűtartóba, gyere. De még be kell tekelni, tesó. Az nem baj, akkor betekeled, de átszülészem. Nekem is odaadom. Milyen neked is, nem is kérte. Kérté? Mi? Aha. Egy kis cseppet akartam, egy dekket. De még akkor... idefele a kocsi. Ja, ez az egy volt, akkor bemegyek dekkét, hogy... Ja. Figyelmet... A francba. Nem szállsz ki, tesó. Be kell tekelni a cigit, érted? Tekelsz egyet? Nem jól tudtam légensze. Ülj be hátla, lasszan megyek, betekeled, odaadod előre. Mi vagyok én neked a csicskát, hogy betekeld, te személy? Hát akkor majd a nénye betekeli, na. Majd te nem tudsz tekelni, csicska? Nem, annyira nem tudok. Azt hittem, hogy már megtanultad ennyi idő alatt. Nem, mert mindig készen veszem, megcsinálva. Mert most csak fehéret szívsz, hogy mi a csával? Fehéret, mit tudnál? Kokót? Hát, aha. Hogy ne szoktam, szelektem, ha persze. Na, próbáld meg betekelni, ne idegesítsél fel, ne legyél csicska. Velünk lógtál, csak tudsz tekelni, tesó. Maszki. Hát légy szíves, ne szívas már. Vagy betekelje, vagy mi a csávon? Adtam még ciki papírt is, érted. Na, műszerfalom sikerül megtekerni a cigiké? Á, nem tudom, teked már akkor, meg. Jó, add ide, az Isten áldjon meg te. Szia, Krúd. Nem felejtem el, várjál csak, itt a motorháztetőn megtekerem. Mi, levegőben nem tudod? Jó kezdő vagy? Nem. Hát tesó, ember normál vagy? Ki essen a fű belőle, normál vagy? Hát ez drága, az a cucc, baszd meg. Egészségedet a szemét. Á, köci. Hát, van lehet, mit. Lehet, én kicsit sokat raktam bele. Jó, tette. Akkor ütős a cucc. Á, de imádom. Meg is jó sokat raktam bele. Remélem, jó megkapod a magadét. Ja, és csepegtettem rá egy kis varázsdolgot. Ne, ugye tük nem a... Elszívtad már? Hát még nem. Ne, a szívet csak egy gyorsban, mert megütni. Hát majd elszívom. Elkezdek folytogatni, ha nem szívod el. Várjál, mi? Nem megfojtalak, hogy nem szívod. Jó van, elszívom, na. Na, az. Á, jó. Jó, elő, szálasz. Aha. Tudod, mit csepegtettem bele, te csicska? Mit tudnád? Halucinogén szemét. Az jó, az minden nap szedek én. Aha, tudod mi az? Azt megfogod, ráteszed egy kicsit a csóra, úgy tekered be, és konkrétan úgy beállsz, azt tudod meg. Az kell nekem, mikor összehúgyozzam, motorozzok, majd kocsit vezetek. Na, az a jó. Se... Ja. Jó. Osztogatom ezeket a papírokat. Baszki, majdnem. Hú! Csak megkalcolott a pümöl. Ja, semmi baj. Most tényleg, de ember, most hova hozzon engem? Nyugi, csak adok nekik pár dolgot, na. Segítsek osztani. Azok meg mit kerestek ja. Ott? Igen. Lekeszítoltam. Azt mondom, ott voltunk a izébe, a farmát tudom. Mondjuk azt, hogy nem tudom kolvas. Jó, oké. Aki a leghamarabb megcsinálja, az nem lesz tanyás. Micsoda? Micsoda? Hát itt vagyok. Tisztelet! Tica! Cse, Tici! Cse! Mizu, Lilloy! Tisztelet! Nem tudom, mi van. Én mondtam neki, hogy most anyukámnak a temetését is. Mit az nekem? Hello! Ezt találtam! Igen, ott van. Ó, de fejtérek. Hol van? Menjünk, nézzük. Majd adja oda az el... Ne dobja ki! Adja oda, iszi! Adja oda másra! Elhagyta! Gyereknek a lelkivel ennyire nem törődnek. Köszi, csak ennyit akartam, menjünk. Mindenféle alapanyagot veszek, kivéve gumi. Ráírjak, szia, van gumi, mellandó.
te úgyse tudnál. Chat, Ivcse elkezdett streamelni, hát mindjárt rédelünk van nekem, nem mindjárt, de... Veled. Bizony. Mikor? Kivel? Na hol vannak? Hol van meg? Mi az a Jo... Mi a Jo-szó? Csönd már! De írt, hogy mennyi kellene. Tényleg? Miből? Miből? A fűből. Adatta nekem 20 fűt. Telefonon az álmér. Mi van, Cseh? Mi van? Mikor? Hát nem tudom, ez egy héttel ezelőtt. Csajja voltál. Mi van? Jó. Mi van, tesó? Nem tudom, miről beszélsz. A reptér, Sandy reptér, Sandy reptér. Voltál ott, nem? Ja, hát veled voltam, baby. Ja, tényleg. Hát igen. Ja, igen, igen, bizú van. Na, és ott írtam, hogy hát, jó, hát, tesó, mennyi van. Erős a cucc vágott, így nem esett el, hogy bizottáig el. És ott írtam, mennyi van még nálad. Igen. Hogy mennyi van, mert szeretik venni. Hát ezt nem mondtam, hogy szeretik venni, csak mondtam neked, hogy írtam, ha kell, akkor szólj. Értem, hogy szeretnék venni. Aha. Hallott, Pedzsi, ezért kiléptél DC-ről? Mert amit mondtam, hogy, hogy burkolta, nem gézel? Hát, nem géztél. Ilyen kicsi a inger küszöböd, Pedzsi? Aha. Jó, szomorú. Pedzsi. Hát és olyan most én 20-at tudok adni, az nem kedvem. Jó. Hát ez nagyon szomorú, tesó. Kettőt. Megszarapszol, állsz. Aha. Jó mérges lehetsz. De amúgy jó világra. Tik a fejed milyen komoly, mi ja. A baj, da vagy álva? Hát, ja, hát reméljük, hogy ugyanolyan, mint az előző. Majdnem. Basz meg, basz meg. Bányan most csak kicsi, majdnem baleset volt. Mit tud a... Akkor megfelel? 22-től? Nem tudom. Nézd, én jobbra itt vagyok. Ja, itt vagyok, ja. Jöjj, de jó. De figyelj már, várja már, várj a becsőmbe, ticike. Faszuma, pofád jár folyamatosan. Figyelj már, baby, tudod, hogy ki ez? Igen? A fekete motoros, aki egyszer át akart baszni minket, az ja, igen. És most azt mondta, hogy jaj, amennyi van, azt meg is veszi, tudod. Aha. Hello. Hűte! Várja már. Mi? Aj, Jézusom. Te hiányoztál, takasz itt a fiad. Hiányoztam? Nagyon. Ezt találtuk itt. Te is hiányoztál nekem, te kis buzi. Add már majd oda Bolisznak. Bolisznak? Ja, majd Takasinak, Takasinak, hogy adja oda Bolisznak. Csak ezért jöttem, oké? Oké, oké, átadom neki. Cumika. Bolisz naplója. Fél kilenc, megyek. Megyek, felkapom a cuccost, és akkor elmegyek oda, és hogyha mondjuk lecsuknak, akkor hát majd remélem bejössz látogatni, vágod. Tessék. Semmi, lopok egy verdát, húztatok a csába. Szám, Ibi, figyelj már a passzintal mi van? Ja. Mi lenne a passzimmal? Hát hogyha nem veszi fel, hívom, hogy szétkapcol. Hát nem tudom, biztos laszkol keresztet. Ja, na mi van, egy Bugattival akartok utána menni? Egy Bugatti nagyon kevés. Egy szaj meg egy cávó fegyvele nagyon kevés ellenem. Azt hittem, kicsit jobban megerültetitek magatokat. Ja, ja. Na, melle vagy? Gondolod. Melle vagy? Levanszat akarsz venni? Hol vagy? Hát... Semmi között hozzá, hogy hol vagyok. Hát én nem akarok bántani, te fogsz engem, nem? Szóltál a... mafia családnak? Gépfegyverekkel jöttök? Mikor? Hol? Persze, most. Oké, de hol? Azt kérdezem, hogy hol? Nem tudom. Na, akkor most... Hol? Hát mely? Hát hova menjek? Hát mi hova menjünk, vagy én? Takaszékhoz, itt vagyok Takaszéknál, gyere! Na persze, mondom, itt Takaszékhoz, nem? Mi van, befosztál? Még se vagytok akkor a mafia? Mi van? Gengszelek vagytok? Jól van, akkor szűnj meg! Hát de mások fasz előtt álljál, Tici! Mi? De mások fasz előtt álljál! Miért nem tudlak hívni? Ki állandóan szétkapcol? Hát nem tudom, biztos, hogy engem akarsz hívni? Akármikor csörgettelek, rögtön kinyomtad. Mondom, most hívlak, és szétkapcol! Na majd megnézzük legközelebb. De
Na? Vénál volt a telefonom. Gyertek takaszékhoz, na mi van? Nem. Megy a faszom takaszékhoz. Múltkor ott kínosztál meg, persze. Nem, csak segítettem, csak jót akartam. Megmozdalak, megmozdattalak, semmi más. Igen, csak mivel bold meg, hipóval is szomesztottam. Jó, hát oké, de jó illatod is lett. Kaptál klémet is. Jaj, szkulvál a fejtben a lábam. Hát jó, kész. Tava töntesz le, lohadék. A szépszék... Hogy lemalja a bőt. A szépszék az fáj, na hát azt... Na. Na. Hát ja, neked nincs tapasztalatod ezt élen, mert nem vagy szép. Itt fájdalmait szintenek, gondolom. Ja, de vannak, most szerelmes vagyok beléd. Hát... Úlis, hú, nagyon akarlak, megy! Már. Ezt nem tudod hinni, mennyi le akarlak! Csak hát a viszelkedésed! Én téged akarlak, Tici! Mi van? Engem akarsz! Seki? Így van. Leüsszelek? Szívem, te nélcsed félre! Júj, szívem, de nagy szelelem van! Na jó! Remélem, hogy azért combosszak vagytok! Nem szeretem a kis balékat! Okész? Okész, majd meglátlak egy hajlá! Hajlá, okay. Fegyver legyen állatok, uzi, ilyesmi, cá! Szia Dominik, de arra szia, nem mi van? Na most kivel veszek? Amelyel? Ám, passzia mondja, hogy megveszek. Passzva, mafia, blablabla, passzák. Na, mi szúr? Ah, tegény srác. Nem tudom, dumázgattunk ott a izénél, mert pisítem ingyen, ah, tudod, hogy mi kéne? Nekem nagyon, nagyon tetszik a tlészi, lendőrcaj. Oda kéne menned a lendőrszékhez, ez egy macival, van nálam egy maci. Viszont egy titkos hódoló tlészinek akarja ezt odaadni, és akkor átadnád, ha? Jó. Tudod miért cserébe? Mi? Most van egy nagy vágyam. Ugyanolyan fényképezőt akarok, mint a tiéd léci, olyan polifónikusat. Jó, ha $500, baszd, mert majd szerszünk, lopok majd. Majd jó, de akkor... Baszd, nem láttam a kocit. Jó, de akkor addig, figyelj, de addig akkor odaadod a tiédet cserébe, ha? Oké. Jó. Jó, hozzunk neki macit. Ki kéne nyomtatni ilyen kis igazolványképbe a fejedet és ráragasztani a izi kupakodra, ha? Ott adod ezeknek a lenne? Ja, hogy adják oda? Vagy írsz egy... írja most egy SMS, hogy itt se vagyok. Tlészi, Tlészi lendőrhölgyet keleszem nagyon fontos ügyben. Várj egy kicsit. Jó. Akkor a rendőrség ízére írja? Aha. Jó. Láttad ma már dolgozni? Nem. Tegnap a börtön előtt. Nem tudok hol a szemgözit küldj. Na, figyelj. Azt írtam, hogy Lészi kisasszony, csomagot hoztam önnek, a rendőrség előtt várom, ha? Ott a maci. Ah, én meg a hídlon nézlek. Kezdj tartóban van a maci. Jó. Itt átmegyek. Jó. Nincsen most amúgy. Szerintem nincs most, nem RP-zik. Már ki tudja. Azt sem tudom hányan vannak fenn, hogy vannak. Köszönöm Orbi a követést. Riders on the store.
Csak az dolog, hogy bárkinek odaadjuk, le se szar, úgyse fogja odaadni. Nincsen Tracy, mi? Aztán lehet, hogy most jön. Á, az új karakteremmel akarom fűzni amúgy. Az új karimmal akarom fűzni, nem ezzel. Ezzel Amandát, Amanda, Arwen, Ámuk Arwen az gatya, Amanda. Hát de Tracy-t nekem az új karim, hát az új karival kell fűznöm. Az kurva geci. Na most csak azért próbálkozok, na. Á, Copival kell újra összejönni. Nagyon szeretek vele elpézni. Újra össze kell vele jönni. Ki kell cékázni Boriszt. Bangersből. Szászózni 80, igen? Nem tudom, azt hol kell megnézni. Mikor lesz új karakter? Hát, már készülőben van a pedz. Az is lehet, hogy már jövő hét szerdat. Nem lehet tudni. Szerintem még két héten belül, úgy mondom. Lehet, hogy úgy lesz, ugye bár születésnaponkor lesz egy kis szobaton, egy mini, little szobaton, és akkor úgy összehozom. Galaxirangok, és akkor úgy összehozom, hogy új karakter, szobaton, Red Dead Redemption-özni szeretnék egy kicsit Jojo-val, akkor megcsinálni ezt a five-emet, hogy együtt is tudjunk játszani, tudjon, ahogy lelökjük egymást a kocsikon, igen. Ha? Üzenetet hagy Tracynek, uram? Igen, a titkos hódoló vagyok, és az érzelmeim tiszták? Ja, szóval ő egy titkos hódoló, és az érzelmei tiszták. Imádója, szereti. És azt hisz, hogy nem csak baszni akarok? És nem csak baszni akar. Az fontos. Így megjegyezte Justin Bieber. Igen. De persze, és már bőrt már elárult, hogy jövődött. Oké. Ja, köszönöm. Akkor viszlát, köszi. Na, jövök. Ja. Hát Araxi, elkezdek vele streamelni, lenyomom az első napot, és akkor utána DC-n felkiáltja a DC. Igen, Barbie, tudom, majd valaki úgy is segíten. Cső. Ott volt Lacy? Nem. De átadtam Justin Biebersnek, és azt mondta, hogy át. Azt mondja, úgy akkor valahogy átatlan, nem tudom, valamit csinálok magammal. Azt akarom csinálni, úgy akarom csinálni az egészet, hogy felhívjon a lakásszála. Valahogy el akarom mindig, nem azért, hogy megkúrjam, csak hogy megszajnáljon bármilyen szajnálatból, és akkor utána egy-két használ bugyát ellopom. Csak a bugyiak? A bugyi mellett bármi, ott lág. Azt hittem már ezt kinőtted, basz. Áh, normális szagy? Viszont 18 éves vagyok, hány éves vagyok? Azt hittem. Hát lassan megadom. Lehet már 19? Lehet idén lesz 19 éves. Jó, na, mi ennyi basz, kaszogó? Na, van rá esély, baszod. Most ünnepeltük a 18-at nemrég, nem? Igen. Mint azt a gyertyákat. Hát akkor idén leszek 19. Á, felnőtt ember. Hallod, ezt most hogy tudod feldolgozni? Mit szüljön kit? Felnőtt ember leszek, na. Hop. Na, szunyi. Sunyi-munyi. Jó, az P1-es? Vagy mi ez a kötő? Mi? Ja. My bad, nagyon. Hát nem menjünk utánuk már Lizzie. Papa, ajaj. Na, hova vannak melyik fegyverekkel? Mi van? Na, tankolni kéne.
Bár mondjuk 5 liter benzinből lelázom őket, na. Itt mi készül itt ilyen kocikának, nézd meg? És szintén áll rajta a lagasztaszalag, se láttad? Hol? A Pipinél. Szia, papesz! Jaaa... Srácok, tudjátok, hogy hány... Ja. Eladtuk a Pipit, ha? Elszimületlen kicsi a karakter történetem. Nem foglalkoztam most vele, mert... Jó, de hol tanálkoztak? A sztorit... Szehol. Vadászak lám. Érted? Várja, mert kicsit tárgy. Ja, ja. Szóval nagyon kicsi a karakter történetem. Egy perc alatt el tudod olvasni, mert... Milyen bajod van? Mert ezt ki akarom teljesíteni játékban, nem, tehát érted? A sztorit nem leírva akarom, hanem megélve akarom, és van egy alapsztori, tényleg egy perc alatt el tudod. Nem lehet, hogy csak elírta egy nullába? Szóval most nem nincs egy nagy karakter, mert nem foglalkoztam vele. Játszani akarok, az kész. Nem egy nagy dolog, tehát mondom még egyszer, sokszor el fogom mondani, ne hasonlítsátok picihez, nem lesz jobb. Ne várjatok jobbat, viccesebbet, mert nem lesz. Nem lesz. Nem, ma nem volt iskola. Ez hülye, mindjárt meghal a legjobbat. Megve, ú, de jó az a pocsi. Szeretem az ilyen jeepeket. Gino-t, a remélem jön Peti, úgy leszúrjuk, besétálunk a mafia? Besétálunk és bam! Leszúrjuk, júj, de jó. Apja. Ja, most lehet fújkabút emberi tezsbe. Nem sem. Hallott? Nem találunk se. Elnézünk, kérlek, a képregényboltban meg egy fagyiért. Képregénybolt? Az még van? Hol lehet fagyit venni? Múltkor is ott volt az a... Ha a buszban hát van a fagyi? Magnum csinál. Aha. A pingpong, nem? Vagy a dingdong? De... van még képlegény? Biztos, hogy várt mutka, nem ott volt a izé. Az a halott sellő, tudom. Utána hát találkoztunk fel. Tavaly volt, tehát ez kurva lég volt. Akkor meg hol lopjunk onnan, kit érdekel, ha? Jó fagyi! Jó fagyi! Nyali, mali fagyi! Igen, hello, vezeti H2-es úr, régen az volt az álomautóm, akkor nagy gangster flashben voltam. Hát biztos, hogy amúgy nagy dög lehet amúgy. De már nem tetszik, már nem. Ben van az a cúnya pult? Igen, már ben van a kedvencünk. Ki? Az a hülye pult, az a cúnya? Ha jól láttam, igen. Nem lehet. Hey, Cüc, Elzi! Ciao. Nem, az nem ő. Szia! Ó, szevasztok! De én vagyok. Nem te, hanem az a... Van egy ilyen ógle, ilyen cúnya pultosz. Itt van a... Mindig kicufoltuk. Szerencsol! Semmi. Mi van itt a pulton? Jöttek a kis osztálytársaid meglátogatni, de olyanosan. Melyiket nem láttad, melyt, ha? Melyt nem. Hát már szerintem hetek óta nem láttam meg. Á, most megvertem, lőtött a boxellal. Miért bántotta? Há, mellő megütött, meg el akarta lopni a kocim, az bam, kapta a nyakaszt, bam. Ja, persze, hát megérdemli. Hogyne? Enyveskezű. Hívogatott a passzia, megülszülőve. Mondom, hogy szófegyvel legyeltek, faszopok, mondom, itt vagyok a takaszék, na gyeltek ide. Oda nem megyünk, Na, jó nagy gengszelek, faszom. De te is, hogy oda futsz, na? Hát egyedül vagyok, mi a fasz csinálja? Egy szinten vagytok az öröcsicskát. Á, sokkal nagyobb szinten vagyok. Na kész vagy itt, mi a fasz van? Ja, jó lenne. Szeretnék kérni két fagyit. Meg egy, meg két krumplit közepesen sóz. Te ezzel olvasztod a papírt? Megnézted? Várjál, még egyszer nézd. Milyen papírt? Á, itt volt a pulton, nem látod? Ja, itt akarjuk hagyni, mert elhagyta az egyik srác naplója. Tessék, adok neked valamit, várjál. Ja, ezt már elolvastam. Ez ad tovább mindenkinek, mert a Bolisz naplója. Ja, yes. A rendőrök már látták. Yes. Kedvezményetek van? Ja, Lakuza kedvezmény. Köszönjük.
lesz a pulton. 50%-os félár. Egészségetekre. Köci! Értek máskor is. Oké, szácá! Csácsá! Kivetted az enyémet itt? Nem, én ahhoz lesz, hogy nyúltam. 50%-os kedvezmény az, nem is vagyunk frakcióban. Jaj, te jó! Na jó, csalódtál? Jó, jó, vagy egy gyere, hamizzuk meg. Fogok itt legyen. Akarok vanni egy ilyen képzet. Mi a fasz? Ki kint után ízik kutatni? Már úgyis megyünk kirándulni. Szerinted pont most megmondom, akkor fogsz találni... Megmondom, hogy a közeli erdőkre adjon, meg szívesesre adjon nekem térképet, valamelyik köcsök elmegyek. Pont akkor fogsz találni... Hopp, hopp, hopp. Pont akkor fogsz találni... kalóz kincset. Negatív szar, mi van? Negatív, ott egy téma vagy? Ki ez? Hova? Ezek NPC? Menne, hova? Izu? Ezek NPC, passzol. Halljatok meg! Süketni magad szó. Mik lehet tűzi, mentek haza süketni a ságba. Legyünk azért stresszmentes vagy. Nézd, szó. Jönnek a lendülők, nézd. Jönnek a lendülők, akár bármilyen kocsival. Beúszod, hopp. Hopp, tudod, ők meg tovább mennek. Hopp. Ciao. Értem. Nehogy legyen egy kaméleon szemű, aki... Ez fel is akar, azt ki a szár. Na, nem akad fel, csak elküldtem. Nézi, be lehet jönni. Csak meg kell gyakorolni a nézet. Ja, meg kell nézni, melyik lendülettel hozzá legyen. Jössz. És akkor így oldalt beúzod. Ciao. És itt feljössz. Fapadló. Mindjárt jönnek vagy itt. De ne legyen emelele, hamar feljönnek, hanem mászik oldala. Képregén voltál a fingószítszvel. Teszlába kevésbé érezted az utat? Állítszem amúgy. Nekem nagyon mianyag, nagyon proli a Hammer belseje. De amúgy kívülről azért nagy dög. Itt balra, nem? Nem. De valami hasonló hely. Messzebb még. Itt lenn. Most itt vala. Itt, aha. Hol van a kis degény ilyen szávó? Basztoljunk magunkról a szelfit. Csinálsz egy szelfit? Halló? Ez mit a térkép, nézd? Mi van akkor, hogy ezt jelöli a kincet? Na, basz. Ha? Hol vagyunk most mi? Itt. Ott. Ott vagyunk pont. Aha. És akkor... Aha. Ez lenne a lenti sziget. Aha. És az a fenti, ahol múltkor volt, tudod, a titkos esküvőn. Aha. Jó, és akkor itt ez egy erdő? Az a kis rész, ja, volt. Ja, erdő. Francba. Ott van Amerika. Nem mondod. Jó, ott még Jugoszlávia. Akkor ezt most le kell pinkipetni. És itt még azon a szigeten élnek dinoszauruszok, ha? Tudtad? Várjál, mutasd a kamerába, hol? Ott. Télképész professzor vagyok. Azt a rohadt, hallott, te már most tanultál egy csomó mindent a suliba, ha? Küld mellett nekem. Küld mellett is a kulót a... Kilakott itt ele, hogy... Senkinek, de ne rakj, te hülye, mert megkeresd, ott nincsen. Hogy mely passzia? Ott foglak megbaszni. Akkor, jó, akkor csinálj... Jó, akkor... figyelj, csinálok egy oda közelítőset, jó? Jó, okész. Így. És akkor ezt meg tartsd meg magad. Okész. Vágyjál. Hát jó, az azért nem véletlen mondják az amerikai kocsikra, hogy... Ah, jó. Szerintem nagyon jó lesz, sejtelme. Hú, bazd meg mű, hallod, adjak ide a izémet, a fényképezőmet, na még jó, hogy... Na most azzal le tudtam volna fényképezni, ja. Add már egy... Ja, ott van, a motelbe. Akkor hazudás. Hagyj el. Mi ez, ha? Nézd bele. Azt. Valami...
Warcraftos, nézed Warcraftos? De az a játék, de itt ezt nézd meg. Itt bele van égetve valami, nézd. Szerintem a benti eltitkolt szobának van köze hozzá. Aha. Ha? Lehet, hogy van rajta hamu. Emberi hamu. Persze. Kacaszeg, nem? Kacahamu. Most a új kínai terep szúvókat néztem a... Ugyebár most nagyon betör a piacra. Nem eszed meg a fagyit, elfogod. Az új szúvók, hogy egy 20 éves Land Rover simán kaparás érő felmegy egy olyan... Imádolta a kocsidat. Jó, kuci. Hogy egy 20 éves Land Rover úgy felmegy a dombon, mint a picsa. Kíváncsi lettem volna elsítás. Azok a nagy drága szumok, a BID, igen, a BID meg egyszerűen hiába van erő, minden meg sem mozdul. Jó, veled beszélgetni. Már hallgatom. Mert már kettő menekülőt elütöttem véletlenül, és szemakolok egy harmadikat. De mi? Be van tokosodva a szemedben? Ha véletlenül elütöttem vissza, akkor elkapták. A placba. Szétek, vigyázzak a cila. Úgyhogy, amúgy jól néznek azok a kínai kocsik, simán mennék egy ilyen. Csak hát sajnos még az a technológia nincs meg nekik, mint a Land Rover cégnél van. Hopp, ott üveg van a kezemben. Azt hogy a faszból. Odaadom neki. Látod, van még váltó, felfüggesztés, fék. Hol van a fényképező chat? Medvebőr, el kell adni bazony. Persze, sokan azt hiszik. Jó, chat. Én még a 4 évvel leszek egy kicsit, de Raiderünk Ivcsének, jó? Ma kezdett el streamelni. Én most még RP-zek vele egy kicsit. Hát, ha elkapnak melyik, de viszont én már megyek, mert még talán egy kicsit tudok takarítani meg ilyenek. Szerintem holnap jövök, úgyhogy kapcsolódjatok be a raidbe. Első napja, első stream. Nem akartam volna, csak az iskola miatt kezdtem el RP-zni, úgyhogy nem is értem, hogy a faszba basszom el 2,5 órát. Én nem tudom, mire kurtam el. Úgyhogy holnap szerintem jövök, de nem biztos, egyáltalán nem biztos, viszont jövő héten, ha hétfőn van az a sulis RP, arra mindenféleképpen jövök, de akkor utána kedszerdán nem, mert kell most egy pár nap, hogy megcsináljak mindent, meg pihennem kell, mert nem tudok pihenni. Úgyhogy kövessétek be Ivcsét, ő az RP koronázatlan királynője, bárki mondjon bármit, ez az igazság, tudom, évek óta. Úgyhogy ennyi. Első napja, kövessétek be őt, aztán ennyi. Találkozunk majd, gyönyörű szép hétvégét kívánok nektek. Miért állt meg a lófidó? Gyönyörű szép hétvégét kívánok nektek, hétvégén mindenféleképpen találkozunk, jó? Ott találkozunk, sziasztok!